12 óra után 6,5 perccel a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazdaélet. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazda híreket mondunk. A hétvégén 11. alkalommal szervezték meg a Bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztivált. A Gazdaélet mikrofonjával mi is ott voltunk. 16 csapat érkezett 3 országból, bemutassák a településüket, bemutassák a régióikat, az ottani ízeket, hagyományokat, és mi több, a népszokásaikat és a népviseletet is. Sikertörténetünkben ma a kibédi Szilveszter Lászlóval ismerkedünk meg, aki őseitől örökölte a gyapjúfeldolgozás mesterségét. Mi a termékeket, amit előállítunk, ezt csak is Romániából származó gyapjúból állítjuk elő. Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A gazdálkodást kiegészítő foglalkozásként is lehet űzni. A Vargyasi Dimény Imre válaszol kérdéseinkre. A bálványokat is eladjuk, van eset, mikor tavasszal, mikor a szezon úgy hozzá, de általában ősszel szoktuk eladni, akkor jobban megfizetik. Aki főállásban gazdálkodik, az sem ebből gazdagodik meg. Erős Ágota, csíkszentmiklósi gazdasszonyt hallhatják. Számolni nem számolunk, csináljuk. Egyik helyről kapjuk a pénzt, rakjuk a másik helyre. 3/4-1 körül kisorsoljuk a nyerteseket, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk. A gazdálkodók akkor is megkaphatják a támogatások igényléséhez szükséges igazolást, ha tartoznak a helyi költségvetésnek. A dokumentum kibocsátásának többé nem feltétele az, hogy ne legyen hátrálék, áll az Agrosztár szakszervezet közleményében. A módosításra azután került sor, hogy az érdekvédelem megkapta a szaktárcától a támogatásokkal kapcsolatos rendelet kiegészítését, mely szerint az igazolás kibocsátása nem köthető többé ahhoz, hogy az érintett gazdálkodónak van-e tartozása a helyi büdzsé felé. A kikötést azután törölték, hogy számos gazdának volt hátráléka az önkormányzatok fele, az uniós elírás szerint pedig a támogatásban csak akkor lehet részesülni, ha nincsenek tartozások. Ugyanakkor a szakszervezet elérte azt is, hogy az állatorvosok ingyen állítsák ki az igazolást az állattartóknak. Összesen több mint 800 háromszéki gazdánál, agrárvállalkozásnál tart ellenőrzést március végéig a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. A vizsgálatok során egyebek mellett a haszonállatokkal kapcsolatos nyilvántartási, betegségmegelőzési, értékesítési, elidegenítési szabályok betartását mérik fel. A felénél sem tartó ellenőrzés már is elég sok szabálytalanságot feltárt. A fő ok a hanyagság, esetenként a tájékozatlanság. Eddig 6 esetben szabtak ki bírságot, összesen 4000 lejt. A gazdák életén szeretne könnyíteni és a családi gazdaságok fenntarthatóságát támogatni az a törvénytervezet, amelyet Táncos Barna szenátor és Kóródi Attila parlamenti képviselő javaslatára az RMDS szenátusi frakciója kezdeményezett az elmúlt hetekben a román parlamentben. Az a konkrét cél vele, hogy azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, amelyeket termelői bizonylattal rendelkező gazdák vagy szövetkezetek állítanak elő, közbeszerzési eljárás meghirdetése nélkül kerülhessenek be állami intézmények alárendeltségében működő és ilyen termékeket vásárló egységekhez.
Ez azt jelenti, hogy azok a gazdák, akik gyümölcsöt, zöldséget termelnek, akik primer termékekkel, tejjel, hússal, vagy feldolgozott termékekkel, sajttal, befőttekkel, mézzel látják el a piacot, és természetesen engedéllyel rendelkeznek, mentesüljenek a közbeszerzési eljárásoktól, amennyiben termékeiket kórházakhoz, óvodákhoz, napközikhez, gyermekvédelmi hatóságokhoz, esetleg kaszárnyákhoz, a hadsereghez vagy a rendőrséghez szállítják. Óriási piacról van szó, a felsorolt állami egységek csak Hargita megyében 100 000 eurós tételeket vásárolnak fel egy év alatt. Csak egy hónap múlva kezdik el az uniós élelmiszersegélyek kiosztását. A szerény jövedelemmel rendelkező személyek általában novemberben kapták meg a csomagokat. Tavaly azonban nem így történt ez. Technikai okokra hivatkozva egyik hónapról a másikra halogatták azok kiosztását. A halogatást az okozta, hogy az uniós alapok minisztériumának mindeddig nem sikerült megkötnie a szerződéseket a szállítókkal. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltatások Osztályának vezetője, Major Márta azt mondja, ha a dokumentumokat ebben a hónapban aláírják, a támogatásokat márciustól kezdhetik kiosztani. A jogosultaknak 13 kg-nál súlyosabb csomagokat kell kapniuk. 2014-ben a támogatások szétosztása decemberben kezdődött, és tavaly februárig tartott. Marosvásárhelyen 10 000-en kaptak uniós élelmiszercsomagot, idén is körülbelül ennyi jogosult lenne. 2020-tól eltűnhet a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség, valamint a vidéki beruházások ügynöksége, Akim Irimescu mezőgazdasági miniszter szerint, mivel Brüsszelnek régóta az a szándéka, hogy a kifizetéseket termelői szervezeteken keresztül biztosítsa a gazdáknak. Irimescu szerint ugyanakkor a területalapú támogatások késése is az ápia róvására írandó, mert nem csinálták meg idejében a házi feladatot. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a Bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztiválról számolunk be, addig Bartos Éva énekel. Már 11. alkalommal szervezik meg a Disznótoros Fesztivált itt Bálványosfürdőn. Mikrofonunk előtt Daragus Attila polgármester. Nehezebb most, 16 év után, polgármester úr? Minden fesztiválban van egy felelősség. Végül is 16 csapat érkezett 3 országból, és gondoskodni kell szállásról, ellátásról. Érezzék, hogy egy baráthoz jönnek, és érezzék, hogy számba vannak véve. Ez a legnehezebb. A szervezés az már rutinussá válott. Mi már azelőtt egy jó 2 héttel már elkezdjük a standképítést, kerítéseket, érmék, serlegek, minden egyes csapatnak biztosítjuk a gázpalackot, ami megpörzselik ugye a panókot, kályhákot rakunk be, és sátatól tudnak főzni. Szóval ez már rutinosan válott, ezt már tudjuk csinálni, de ugye nem szabad elfelejtsük, hogy van itt egy cél. A cél pedig az, hogy azok a csapatok, akik több száz kilométerre érkeznek ide, és el akarják hozni mindazokat a hagyományokat, amit örököltek az őseiktől, és tovább akarják adni, ők erre büszkék is. Azért mondom, hogy büszkék is, mert 90%-a a csapatoknak elkísérte a polgármester is. Itt nem kimondottan egy hobbi disznóvágásról van szó, hanem itt bemutassák a településüket, bemutassák a régióikat, az ottani ízeket, hagyományokat, és mi több, a népszokásaikat és a népviseletet is, mert ez úgy kezdődik, ugye, hogy sok csapat megérkezik csütörtökön, akkor van a megyébe egy ilyen megye ismertető, széjjel néznek, ismerkednek a környezettel, és pénteken este 8 órától zajlik az a összesorsolás, és bemutatkozás. Minden két csapat kap egy élő disznót, karámba megismerkednek akkor este, eldöntik, hogy hogy lesz a fogás, kábítnak, nem kábítnak, hagyományosan csinálják, lövik az ő dolgik, és ki kell válasszák az ő disznót, az élő disznót a karámból,
és együtt történik a szúrás, pörzsölés, tisztítás, és amikor kettében van vágva a disznó, akkor elosszák testvériesen a belsőségeket meg mindent, és utána mindenki függetlenül tovább készíti, mindaddig, amíg minim három olyan terméket kell bemutassani, ami jelképezi az ő települését vagy a régióját, ízekbe, hagyományokba és díszítésbe. Ezek a csapatok visszatérő csapatok, vagy minden évben újak is bejelentkeznek? Például az idén van olyan két csapatunk, amelyek minden 11 évben itten volt, az Kistarcsaváros és Gádoros település, és van például egy új csapatunk, amelyik Mikó háza, amelyik most jött legelőre. Sőt, a háromszéki huszárok is huszárolva versenyeznek, ők is most jöttek előre. Próbáljuk úgy szervezni, hogy különböző régiókból legyenek, hogy legyen különbség a csapatok között, és legyenek minél színesebbek. Például Kistarcs, hogy ott van egy kis szlovák népviselet is benne Kistarcsába, pártársa nagyon jól néz neki, nagyon szép az népviseletik, de vannak itt a kopácsiak, ugye Horvátországból megint nagy távolság. Érződik az az 1000 kilométer azért, hogy egy másabb régióból vannak. Persze mindenki akkor este egymásnak kínálja pálinkáját, cujkáját, süteményeit, és itten kötődnek olyan barátságok, amelyik hosszú távon megmaradnak. Például Előpatak már kérte, hogy akar haraklánya lenni, mert ők a tavaly is együtt voltak, és egymáshoz ellátogattak falunapokra, és nagyon ismerik már egymást a disznótoros óta. Szóval itt barátságok kötődnek, nem számít nyelv, nem számít etnikum, nem számít távolság, mindenki szerbusz, szerbusz, barát, barát. Amúgy mindenki magyar nyelvterületről jön? Vagy jönnek román vidékről is, jönnek szlovák vidékről is? Minden évben változik. Az idén kimondott román vidékről, Brebuból, Prahova megyéből vannak, nekik kell fordítani. A többi csapatok például az Erdélyből vannak, és bemutassák a településüket magyarul is, meg románul is. Olá, Kálmán vagyok, Csanádapácáról érkeztünk. Csanádapáca Békés megyébe van. Harmadik alkalommal vagyunk itt, Bálványosfürdőn, és nagyon színes ezek a disznóvágások, mivel különböző területről érkeznek a csapatok, és mindenki másképp dolgozza fel a sertést. Lehet tanulni itt a versenytársaktól? Lehet tanulni, mindig látunk újat, de talán mi ragaszkodunk a mi hagyományainkhoz. Mit lehet önöknél majd kóstolni, amikor elkészülnek ezek a finomságok? Lehet majd nálunk kóstolni sült hurkát, sült kolbászt, cigánykát, ami különlegesség. Ez egy szlovák eredetű étel. A fűszerezés az milyen? A kolbászt, paprika, fokhagyma, só, nagyjából ez, a hurka, bors, só. Hányan érkeztek? 6-an érkeztünk Csanádapácáról. Ide nagyon jó visszatérni, és mindig szívesen jövünk ide. Mondi Miklós vagyok, a Szentesi 2 csapatnak a vezetője, és itt vagyunk Bálványosfürdőn, 4. alkalommal egy disznótoros fesztiválon. Mindenkinek ez nagyszerű, hogy itt lehetünk. Valami újdonsággal jöttek, vagy hasonló termékkel, mint az előző 3 évben? Újdonsággal szerintem nem jöttünk. Mi hagyományos módon az eddig bemutatott rendszer szerint működtünk most is. Azt írja a táblájukon, hogy vasútas barátoknak a csapata. Itt mindenki vasútas? Igen, valóban mindenki vasutas, azért is van ez talán így, hogy Szentes és Szeged, mert hogy mindannyian vasutasok vagyunk. Kolbászt ölteni könnyebb, vagy irányítani a vonatokat, vagy kezelni ott a váltókat? A váltókat és a kolbászt ölteni az egészen más dolog, de természetesen nálunk működik mind a kettő rendszer, tehát működtetjük a váltókat is, ilyenkor, amikor itt vagyunk, akkor viszont daráljuk a kolbásznak való húst, és elkészítjük azt, amit mindenkinek szüksége van. Farahó Zsolti vagyok, Kopácsról, Horvátországból. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének az alapszervezőjének az elnöke vagyok. Eljöttünk egy kis csapattal, Kopács egy kis település a Dráva és a Duna torkolatánál, ismert a természetvédelmi parkjáról. Behatárolni úgy tudnánk a térképen, hogy Mohástól délre 40 kilométerre található, Eszék közelében, 95%-ban magyar település, és eljöttünk Torjára a második alkalommal, hogy megint megmutatjuk, hogy készítjük el a mi specialitásunkat. Milyen specialitással érkeztek? Hát a specialitásunk a kásás hurka, Calvin hurkának is szokták nevezni. Ez kásából készül, és általában babba szoktuk főzni, úgyhogy ez a mi specialitásunk. Ezt amúgy minden háznál megtalálnánk Kopácson? Vagy ez csak ilyen rendkívüli alkalmakkor készítik el? Az az igazság, hogy annak idején, ha visszamennénk egy pár évvel, akkor minden háznál meg lehetett találni.
Most már ennyire ritkább, de még mindig készítik a falubeliek. Milyen itt lenni bálványoson? Valami újat tanulnak-e amellett, hogy itt a hidegben próbálják elkészíteni azt, ami önöknél honos? Azért is jöttünk vissza másod alkalommal, mert lehet mindig újat tanulni, új embereket ismerünk meg, kapcsolatokat teremtünk, tehát így őrizzük hagyományainkat, bemutatjuk, tehát mindenki megismeri egyáltalán, hogy mi hogy élünk és hogy készítünk el, akár disznótoros, vagy süteményt, vagy akármit. 12-en érkeztünk, majd 900 kilométerről jöttünk, úgyhogy ennyien tudtunk most jelenleg eljönni. Nekünk is van különben egy bőrfesztiválunk. Első alkalommal sikerült megrendeznünk, tavaly november végén, tehát az ikletet természetesen a tóriaiak adták, és ők is vendégeink voltak. Gondolom, hogy kinövi magát az önök fesztiválja is, mint a bálványosi. Nagyon szeretnénk, természetesen még nem nőttek ki ennyire, mint a tóriai, mert tényleg ez színvonalú rendezvény, de igyekezni fogunk, hogy mi is ilyen színvonalossá tegyünk rendezvényünket. Luka Medárd vagyok, Tória községe alpolgármestere, ennek a böli csapatnak a hájbéli vezetője. Milyen finomságokkal rukkolnak ki ma? Finomság, az minden finomság, úgy illik, mert nálunk a disznóvágás, székelyföldön ünnep. Mi mindig szoktunk véres hurkát készíteni, és kolbászt, a fokhagymás kolbászt, vagy a székelykolbászt. Ez a kettő a fő domináns étel, ez nem maradhat el. Akkor van itt féltűrt dagadó, csinálunk kenőmájas, az egyik kolléganő ott van, készít a tepéltűrt, és amit tetszik látni, érdekes módon elhoztuk, hogy székelyföldön milyen gazdagok vagyunk, így nevezzel, még a kerítés szalonnából van, és a sasok pedig kolbászból, háztetejá és szalonnából. Van finom házi kenyerünk, az a kemencébe sült. Úgyhogy minden hagyományos nálunk, azt akarjuk bemutatni a vendégeinek, akik idejönnek, hogy Székelyföldön milyen volt valamikor. Itt érdekes módon van egy ágasfánk, azon fogjuk felfüstölni a nyárára a kolbászt, az ódalast, a sonkát. Ezt az ágasfát a szomszéd bácsinak egy régi zsendés házában, fenn a padláson volt egy olyan ágasfa, és azon füstöltem mindig fel. És onnét loptuk el, így mondanád az ötletét. És aki már bekóstolta a kolbászt, a hurkát, akkor itt vannak finom sütemények is, és vannak gyümölcslevek is, pálinkák, úgyhogy egy teljes ellátásban részesül az, aki esetleg az önök standjához ide betéved. Szívesen várunk mindenkit, megkóstolassák. A süteményt az asszonyaink sütötték, van káposztalevünk is, sós káposztánk. Versenyjellege van ennek a fesztiválnak, de gondolom, hogy nem kimondottan az oklevélért, a díjért jönnek, hanem mert itt barátságok kötődnek, és ezek ilyen hosszú távú barátságok. Igen, mi 11. alkalommal szerveztük meg, mindig itt voltunk, mi sosem mentünk, mint házigazdák a nyárunk. Szoktunk járni külföldre. Most voltunk novemberben Délvidéken, Kopácson, ott megnyertük az első díjat. Múlt hónapban voltunk Budapest mellett Kistarcsán, ott is megnyertük a vándorságleget, már második alkalommal megvédtük. Gádorosra is szoktunk járni, ott is nagyon jó eredményeket érünk. Ott jobban fel vagyunk készülve. Itt helyben éppen, hogy csak mi is megmutassuk, na, hogy van itt nálunk Tórián és a Székelyföldön. Az elmúlt 9,5 percben a 11. Bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon készült összeállításunkat hallották. A pontos idő 12 óra 24 perc, most sikertörténetünk következik. Sikertörténetek. Szilveszter László vagyok kivédőről. A cégünk az gyapjúfeldolgozásra foglalkozik, nagyon-nagyon nagy múltal rendelkezik, azért merem mondani, mert a legrégebbi írásos adatunk, ami az egyház levéltáról került elő, az 1839. március 9-én volt keltezve, és úgy néz ki, tehát ezt szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől alva, hogy végül is ez kisebb-nagyobb kihagyásokkal folytonosan működött egész a mai napig. Panaszkodnak a juhos gazdák, hogy nincs ahova eladni a gyapjút. Önök vásárolnak gyapjút, vagy miből készülnek ezek a gyapjú termékek? Igazuk van a gazdáknak, hogy a gyapjúnak nincsen értéke, mosatlan állapotban. Sajnos Románia is nagyon felzárkozott a nyugati országokhoz, ahol nagyon nehezen lehet már a gyapjúmosást megoldani, ezért mi is a gyapjút mosatlan állapotban vásároljuk fel, és abból készítjük a gyapjútermékeket. Tehát a mosásnak ugye egy nagyon nehéz technológiája van, amit elég nehéz a mai világba kivitelezni. Lehet jó minőségű gyapjút vásárolni? Lehet. Románia területén is megtalálható bármilyen minőségű gyapjú, és mi a termékeket, amit előállítunk, ezt csak is Romániából származó gyapjúból állítjuk elő.
Milyen gépekkel dolgoznak? Én úgy tudom, hogy már van olyan gép is, ami 100 éves. Azt mondhatni, hogy a gépeknek nagyobb része több mint 100 éves, és ezt azért használjuk mi mai napig, mivel hogy a termék, amit elállítunk, csak ezeken a gépeken kivitelezhetőek, a mai modern gépekkel ez már nem megoldható. Ezek a gépek saját fejlesztésűek is? Van saját fejlesztésű gép is, meg vannak általunk megvásárolt gépek, amit 10-15 évvel ezelőtt nagyobb cégektől vásároltunk meg. Abban a pillanatban, amikor azok nagyobb része felszámolására került, vagy egyszerűen összetörték ezeket a gépeket. Jelenleg hányféle terméke vannak a piacon? Két fő termékről tudok beszélni, a úgynevezett gyapjutakaró és a hagyományos posztó. Ezeket a posztókat ma leginkább népi viseleteknek a készítéséhez használják, de azon kívül lehet használni bármilyen ruházati cikknek is. Kik azok, akik keresik ezeket a termékeket? Az utóbbi időben ezekre a termékekre nagyobb részt azok a cégek, vagy inkább egyesületek, meg alapítványok próbáltak ráállni, akik végül is népi jellegű ruhákat készítnek. Úgy szintén ezeket a termékeket igénylik, tehát most posztóról beszélek, hagyományos húszáruhákat készítő szabók, vagy bizonyos egyesületek, akik húszárokat szeretnének felöltöztetni, meg felvonultatni. Ezek a termékek nagyon megfelelnek ennek a célnak. Ha valaki beszélgetésünket hallva meg szeretné látogatni a feldolgozót, megteheti? Megteheti. Persze, tehát létezik egy szerény kis honlapunk is, amelyiken elérhetőséget lehet találni, be lehet jelentkezni, meg tudjuk mutatni, hogy mivel foglalkozik a mi kis cégünk. Lesz jövője ennek a szakmának? Biztos, hogy lesz, nagyon optimistán mondom, mert akkor nem foglalkoznánk vele. Sikertörténetünkben a Kibédi Szilveszter Lászlót és vállalkozását ismerhettük meg, most Bordi Aranka énekel. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az olajba egy csipet sót vagy kevés megmosott burgonyahéjat teszünk, nem fröcsköl. Ha sajtot reszelünk, kenjük be használat előtt a reszelőt egy kevés olajjal, reszelni is, tisztítani is könnyebb. Nem reped meg a tojás, ha alufóliába csomagolva főzzük, a főzési idő viszont egy perccel hosszabb. Gyümölcstorta nem szalonnásodik meg, ha sütés előtt a közepébe lyukat fúrunk, s ebbe henger és sodort alufóliát helyezünk. Mazsola déli gyümölcs nem száll a torta vagy a pite fenekére, ha egy kevés liszttel megszórjuk és így keverjük a tésztába. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Dimény Imre vagyok, vardyasi lakos. Mivel telnek a mindennapok, Imre? Járok a szomszéd faluba egy céghez őrködni és tüzelni a deszkaszállítókba, és amúgy mezőgazdaság is foglalkozok. Állattenyésztéssel és mezőgazdaság. Nagy területe van? Össze-vissza, kb. 8 hektár. Ebbe került már őszi vetés? Igen, igen. Van tritikál és búza van. 3 parcella van, kb. 1 hektár. És előkészítve a tavaszra vetés, ott van másfél hektár, ami tavaszárpos, kukorica, ilyesmi. Milyen itt a földnek a minősége? Vannak ázsaszai földek is, de mondjuk nekem abból nem jutott az osztáskor, de elég jó talajok vannak itt. Minden gépe megvan, amivel dolgozza a földeket? Vagy még segítséget is kér? Még közben besegítők, de szorulok. A szántás, az aratást, azt nem tudjuk megoldani, de egyebet megoldunk így, saját forrás. Megéri gabonatermesztéssel foglalkozni? Vagy nem kerül ebből a piacra, inkább az állatokkal eteti fel? Ez csupán csak az állatoknak és magunknak. Kenyeret is ebből teremtjük meg, a búzából, és az állatoknak amúgy. Van sok állat? 7 darab szarvasmarha, van ló, van 20 jó féle, jó kecske. A tejet azt feldolgozzák, vagy a tehenektől a tejet azt leadják? A tejet azt leadjuk a görög felvásárlónak. Fizet időben? Időben fizet, minden hónapban, az idáig minden hónapban rendesen fizet. Mondjuk egy kicsit a tavaly visszavette út az árat, de amúgy, na,
De hát mindenki visszavette. Visszavette mindenki, de nem egy pánséggel van. Meggazdagodási lehetőség, de minden napokban meg lehet élni belőle. A juhoktól a tejet azt feldolgozzák, vagy inkább a bárányra fektetik a hangsúlyt? Köztes, a bárányokat is eladjuk. Van eset, mikor tavasszal, mikor a szezon úgy hozza, de általában ősszel szoktuk eladni, akkor jobban megfizetik, amit exportra visznek a bárányok. Most az idén március végén lesz a húsvét, lesz bárány? Már van. Jobb lesz most az értékesítés, mint a tavaly, amikor később volt a húsvét? Szerintem most se lesz sokkal jobb, mert fiatalabbak lesznek a bárányok, és nem fogják ütni azt a vágási súlyt. Ki vásárolja fel a bárányt? Inkább az olaszok. Akik járnak, azok mind Olaszországba szállítják. Évekkel ezelőtt panaszkodtak a gazdálkodók, hogy a gyapjút azt nem tudják értékesíteni. Most lehet-e értékesíteni? Most sem. A gyapjút azt nem lehet. Inkább szigetének épületeket, vagy bármit csinálnak vele, de megvenni csak szebenni valakik, azok szoktak megvásárolni tőli. Szinte semmi pénzi. Bővítésben gondolkodik-e? Szeretne több állatot, vagy földet vásárolni? Földet nem vásárolok, mert a koromtól függően nem akarok most már többet bővíteni, még a támogatást adják el az állományjal, sem a földdel megmaradunk. Van segítsége? Kap-e napszámost? Mondjuk én napszámosra nem szokok, mert családban annyian vagyunk, hogy van két fiam, akik szabadidejükbe besegítnek, felesége, mint háziasszony, ők dolgozik, de ő is besegít. Akkor lesz, aki tovább vigye ezt a gazdaságot? Úgy néz ki, hogy lesz, aki, mert a nagyobbik fiam az rendkívül szeret az állatokkal foglalkozni, ott is dolgozik az állatorvos rendelőben. Biztos, hogy lesz, aki tovább vigye. A Vargyasi Dimény Imre gazdálkodót hallották. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Cseh Judit énekel. Szemiklósról vagyok, erős hallgató, helyi termelő. Mivel foglalkoznak? Állattenyésztéssel, gazdálkodással. Van sok állat? Ez egy darab jó, 10 darab tehény, aztán a többit nem tudjuk, ott disznós, lós, ami létezik minden. Akkor nem unatkoznak? Na, mindig dolog van. Ezt a nagy mennyiséget gondolom nem bírja a család, kell az egy kisegítő személyzet is. Vannak, hát legalább 10 ember van nyáron, télen meg 5. Az idei tél az milyen volt az állattartás szempontjából? Későnre kezdtettük le az állatokat, mivel hogy nem volt hó, és karácsonyig kint tudtunk legeltetni. A gond az, hogy ugye most már bárányoznak, és be kellett rekeszteni őket. Akkor se éjjelük, se nappaluk? Közben az éjjel csak megpihenünk. Bízzuk a legényekre, de sajnos nincs megbízható emberünk, aki rá lát úgymond bízni az állatokat. Ez egy örökös gond máshol is. A tejet a juhoktól azt feldolgozzák? Igen, sajtot készítünk belőle nyáron, ordát, túróul eladjuk, télen vannak ilyen nagyobb felvásárlók, akik jönnek és egybe elviszik a sajtot. Amit nem tudunk értékesíteni, azt eltesszük túró formájába, vagy sós vízbe sajtképpen, és télen majd csak el kell. Hol értékesítik? Háztól, vagy eljárnak piacra? Háztól, igen, és ilyen helyi programokon szoktunk részt venni, de mi nem járunk se Székelyvásárra, megvan nagyjából a kuncsaptok, és azok elhordják. Én látok itt önnél kolbászt is, ez a disznókból van? Igen, disznó és borjú vegyesen. Valamilyen speciális recept alapján? Mi saját kitalálásunk ízlés szerint. Láttam, hogy azért elég sokan érdeklődtek itt a standjánál, akkor azt jelenti, hogy ismerik és szeretik? Igen, igen. Hát aki vasárolt, mindig visszajött, úgyhogy reméljük ízlik a készítésünk. Megéri gazdálkodni? Most mit mondjak? Számolni nem számolunk, csináljuk. Egyik helyről kapjuk a pénzt, rakjuk a másik helyre.
míg bírjuk, van egészségünk, csináljuk, aztán nem tudom, hogy nagyon rossz a piac, mert élő állatot nem vásárolnak, ha veszik is, nagyon olcsón. Úgyhogy nem éri meg, mint termelőnek olcsón eladni az állatot, mert az az igazság, hogy sok baj van velük. Na. És a mai világban luxuscikkek vannak az embereknek, meg kávé, szivar, ezeket mind biztosítani kell, mert hanem nem kapsz embert, sajnos. Erős Ágota, a csíkszentmiklósi gazdasszony kérdeztük az elmúlt 2,5 percben. Hamarosan nyereményjátékunk következik, majd a piaci árakat ismertetjük, de előtte Szilágyi Sándor énekel. A vonatnak hat kerekeságára van estőre, azzal visznek engemet Budapestre. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsindatok rájuk. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsindatok rájuk. Megérkeztem Budapestre, vártak rám a lányok. Képes lapot küldök a babámnak, megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad nékem. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad nékem. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad néken. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad néken. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlata, ma Hanska Rózsa, naplójegyzetek az 1916-os évi román frontról. Hanska Rózsa orvos, lirikus és elbeszélő, jelentős személyisége a német-bajor irodalomnak, az 50-es években a Német Írószövetség elnöke is volt. Az első világháború idején, 1916 késő őszén az Erdélyben harcoló szövetséges hadseregek megsegítésére a nyugati frontokról is vezényeltek át csapatokat. Így került Székelyföldre Franciaországból az a német zászlóalj, amelynek kötelékében Hanska Rózsa frontorvosként szolgált. Naplójában a székelyföldi harcokat, a front közeli, civil munkanapokat írja le Székelyudvarhely, Csík, Háromszék és Gyimes vidékén. Feljegyzéseit a helyszínen, a harctéren vetette papírra. Lenyűgöző naplója nem csak harctéri tudósítás. Egy mélyen érző, humanista katonaorvos kötelességteljesítése közepette felfakadó gondolatainak rögzítése a harcmező futóárkaiban, fedezékeiben, óvóhelyein. A szerző német, magyar, bosnyák, bolgár, lengyel, orosz, osztrák, román, ukrán és zsidó sebesülteket ápol, találkozik a menekülő, gyakran éhező helyi lakosokkal, első kézből cselekvő résztvevőként ismerteti a háború borzalmait, szörnyűségeit, testi-lelki gyötrelmeit, az élet és az oly közeli halál emberi érzéseit. A feljegyzések attól a pillanattól kezdődnek, amikor Karózsa zászlóalját 1916. október 9-én útnak indították Franciaországból. Vonattal érkezik Parajdik, onnan gyalogmenetben Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán és Csíkkozmáson átérkeztek az Ojtozi szoros térségébe. Innen november végén átvezényelték Gyimes vidékére. Utolsó bejegyzésének keltezése 1916. december 15-e. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol februárban 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Széjes Erzsébet énekelt. 3/4 egyelőtt 4 perccel nyereményjátékon következik. Ma a január 26-án, február 2-án, 9-én és 16-án feltett kérdéseinkre helyesen válaszolók között sorsolunk. Aki mind a 4 kérdésre helyes választ adott, neve 4-szer került be a kalapba. Kezdjük a kérdésekkel és a helyes válaszokkal. Január 26-i kérdésünk az volt, hogy milyen terméket készít a székelydájai Fülöp Szabolcs. A helyes válasz bivajsajtót. 22 hallgató küldött megfejtést, 3 játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Február 2-i kérdésünk az volt, hogy hányadik alkalommal szervezték meg idén a Kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson. A helyes válasz 3. alkalommal. 26 hallgató küldött megfejtést, 2 játékos nem küldött elérhetőséget, tehát ők nem vesznek részt a sorsoláson. Február 9-i kérdésünk, hogy miből készíti termékeit a marosvásárhelyi Koronka Illa. A helyes válasz fekete ribizliből. 28 hallgató küldött erre a kérdésre megfejtést, 1 játékos szintén nem küldött elérhetőséget. Február 16-i kérdésünk az volt, hogy hány éve foglalkozik sajtkészítéssel a Homorodalmási Sándor Kálmán, a helyes válasz 5 éve. 20 hallgató küldött megfejtést, 2 játékos hibás választ adott. Összesen tehát 96 helyes választ kaptunk, akkor nézzük, hogy kiknek kedvez ma a szerencse. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni, akik megnyerik. Az első Gubás Mária Marosvásárhelyről, Nyárádi Piroska Nyáráttörő, Far Jólán Marosvásárhelyről és Nagy Piroska Erdőszentgyörgyről. A Keleti Könyvudvar egy-egy könyvet ajánlott fel, nézzük, hogy kik olvashatják. A szerencsések Kis Ildikó Sepsiszentgyörgy, Deák Teréz Ditró, Szabó Elisaveta Mezőbánk, és a negyedik Far Szabolcs Marosvásárhely. A Pálász Akadémia könyvkiadó Nyüzsgés a mélyben című könyvét ajánlotta fel, akik elvihetik. Derzsi Levente Székelyudvarhely, Mesnyi Matild Székelybere, Gubás Mária Marosvásárhely és Keresztes Barnabás Kiskászon. A Kökülök Eményfalvi Jóli meg Szósz és Mustárgyár viszont egy-egy termékcsomagot ajánlott fel. Nézzük, hogy kik fogyaszthatják. Az első Varga Nagy Judit Székelykeresztúr, Geréb Viola Ülke, Rigó Éva Székely Zsombor és Bokor Ildikó Ivó. A nyerteseknek gratulálunk, legközelebb március 29-én lesz sorsolás, addig figyeljék a műsorainkban elhangzó kérdéseket, és küldjék el nekünk március 25-éig a helyes válaszokat e-mailben és levélben. Mai kérdésünk, idén hányadik alkalommal szervezték meg a Bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztivált? Megismételem a kérdést. Idén hányadik alkalommal szervezték meg a Bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztivált? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé, továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Akik e-mailben küldik a válaszokat, ne a tárgyhoz írják, mert legtöbb esetben nem jelenik meg a teljes beírás. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Este van már késő, este de sötét van, nem
Gergely Éva énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes. 13 perc múlva 13 óra, most pedig kérem hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körté 3 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 8 lej és 11 lej, a sajté és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani és 3 lej, a burgonya kilója 1 lej és 1 lej 50 bani, a fehérhagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 lej és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 és 9 lej. A szemesfaszul litere 9 és 10 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a brokkoli kilója 8 és 9 lej, a tojás darabja ezen a héten 45 bani. A paprika kilója 7 lej és 8 lej, a paradicsomé 4 lej 50 bani és 6 lej, az uborkáé 2 lej és 2 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 7 lej, a gombáé pedig 10 lej, a petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombort kötése 1 lej, az eller darabja és a fehérete kötése 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Budi István és Népi Zenekara muzsikált. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Galamb Vilmos fiatal ürmösi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal a Romániai Falugondnokságok Szövetségének a vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bodosról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Sárga szekül liliom, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi bajom a szívem. Csak azt érzem, hogy sajog, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szekrű liliom, majd megtudom, mi bajom, majd a felsén a hegedűn bótájom. Csalfa lettem a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a cigány vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a cigány száraz fáján a nóta. Icca, ricca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suka, suba, gönte, suba, van még legény a faluban, leszeretőn tíz is helyette, helyette. Icca, ricca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, hogy nem tudjátok, a legény mind csal. A legény csak citegeti, csalogatja, a szőke is hamarna, hamarna. Tedd ide, tedd oda, csak nem elég soha. Tedd ide, tedd oda, csak nem elég soha. Soha, 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 a leánynak. Icca, ricca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Csupa, csupa, gödör, csupa, van még legény a fal.
csak hitegeti, csalogatja a széke is, ha barna, ha barna. Lovai László énekelt. Műsorunk végén egy hirdetés. A Gyergyó-Szentmiklósi Arterimpex Kft. Elárusítónőket alkalmaz a hamarosan nyíló marosvásárhelyi hús és hentes üzletébe a Tudor negyedbe. A szakmai tapasztalat előnyt jelent. Érdeklődni a 0731 33 96 42-es telefonszámon lehet 8 és 16 óra között. Megismételem a telefonszámot. 0731 33 96 42. Marosvásárhelyi hallgatóinak egy örömhír, hamarosan a 96 MHz-es ultrarövid hullámon fogható lesz a Marosvásárhelyi Rádió műsora az 1323-as kHz-es frekvencia mellett. Elnyergeltek a huszárok kengyelben alá, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rá. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez régen. Kirátok is felsőt a napabám a csillagos égen. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez régen. Kirátok is felsőt a napabám a csillagos égen. Vásárhelyi laktanyába hatott utaz. A csíkszéki századosok felpattan alóra. Elkiáltja vezény szavát menet, első század indul. Vagy a huszárod a bádra vissza sosem volt. Gyere, babám, fogjál vélemkel. Nem fogok a nagy urral kezet. Inkább írok egy szerelmes levelet. Máma megírom, holnap elolvasom, holnap után sírva a Antal Tibort és a Heveder együttest hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Joán Tatár műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék együttes palackai táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.